Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen hatásai vannak a B5 vitaminnak, és hogyan vigyük be hatékonyan. Szeretettel köszöntök mindenkit! A B5 másik neve a pantoténsav, mely név szógyöke az eredeti görög nyelvben mindenhonnant jelent, mert szinte minden ételben megtalálható. Mégis nagyon sokaknál hiány van belőle, elsősorban a sok stressz miatt. A B5 vitaminnak az egyik legfontosabb feladata a szénhidrátok és a zsírok energiaként történő felhasználásának az elősegítése, ezért ha alacsony a szintje, fáradékonyság és mellékvese fáradtság jelentkezik. A legtöbb fáradékonysággal járó állapotban általában alacsonyabb B5 szintje a szervezetben. Egyfajta koenzimként szükség van rá a kortizol és az adrenalin, tehát a mellékveség által termelt anyagok előállításához, azaz ha fokozott stressznek vagyunk kitéve, ha növelni akarjuk a stressztűrő képességünket, kell belőle bőven. Éppen ezért a fáradékonyság mellett a hiányának a másik tünete az ingerlékenység, tehát az alacsony stressztűrő képesség. Ha a mellékvese alulműködésünk van, mindenképpen gondoljunk a pótlására. Növeli az oxigén hasznosulását és csökkenti a tejsavszintet, ami hasznos edzések után, de magas a tejsavszint a szorongás és a pánik állapotában is. A B5 szabályozza is egyben a kortizol működését, ami azt jelenti, hogy ha kellő mennyiségben rendelkezésre áll, le is tudja kapcsolni a kortizol termelődését, aminek következménye, hogy a testünk könnyebben és gyorsabban tud regenerálódni egy stresszes állapotból. Szükség van a B5-re, az acetilkolin előállításához is, mely vegyület a memória és a koncentrációs képességünkben játszik többek között fontos szerepet, ezért a pótlásának egyik hatása lehet sokaknál a memória, az agyfunkciók javulása. Gyanakodhatunk az alacsony szintjére depresszió, apátia és álmatlanság esetén is, mivel a szerotoninhoz és a melatoninhoz is kell. Nagy eséllyel alacsonyabb B-vitaminok, így a B5 szintünk, éjszakai izomgörcsök, kéz- és lábzsibadás, illetve nyugtalanság, azaz állandó mozgáskényszer esetén is. A természet egyik legjobb B5 vitamin forrása a tiszta méhpempő, jól hasznosuló B5-öt tartalmaz. Ha a méhpempőt a szánkban tartjuk egy pár percig, a nyálkahártyán keresztül közvetlenül be tudjuk juttatni a véráramba, ami abban az esetben kifejezetten hasznos, ha az emésztésünk le van romolva. A sörélesztő is nagyon jó B5 forrás, a sörélesztő és a méhpempő tartalmazza az összes többi B-vitamint is, így a bevitelükkel hatékony B5 hasznosulást érhetünk el a szervezetünkben. A B5 vitamin egyébként majdnem minden ételben megtalálható, de jelentősebb mennyiséget tartalmaz a shiitake gomba, a májételek, az avokádó, a lazac és a tojás. A B5-nek csökken a hasznosulása a bevitt ételekből és étrendkiegészítőkből, ha valamilyen bélrendszeri problémánk van, mondjuk gyulladásos bélbetegség vagy áteresztő bélszindróma. A hiányának az oka a leromlott bélflóra is lehet, mivel a B-vitaminokat a szervezetünk is elő tudja ugye állítani, ha a mikrobiom, a bélflóránk jó állapotban van. Tehát növelhetjük a B5 szintünket a bélflóra rendbetételén keresztül is, azaz sok erjesztett étel fogyasztásával. Az erjesztett ételekről készítettem korábban egy videót, a bélfal regenerálásával, például a kollagén és L-glutamin pótlással, illetve a gyulladások csökkentésével az emésztőrendszerben. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a belegben a hasznos baktériumok életben maradásához D-vitaminra van szükségük, ezért ha a D-vitamin szintünk alacsony, annak következménye az alacsony B-vitamin szint lesz, és legtöbbször a B5 mennyisége csökken először. Ezért van az, hogy amikor télen kevesebb napfény ér minket, így kevesebb D-vitamin termelődik, esik a következtében a B5 szint is, csökken a termelődése a belegben, a B5 pedig, ahogy a videó elején beszéltem róla, úgy szerepet játszik a hangulatunkat és az alvásunkat befolyásoló hormonok előállításában. Tehát ez az egyik fő folyamat, amely a téli depressziót, a rossz hangulatot hozza létre bennünk. Említettem az elején, hogy a fő feladata a zsírok energiaként történő felhasználásának az elősegítése, ezért megnő rá az igény a bőjt alatt, amikor ugye a testünk az eltárolt zsírokat kezdi el felhasználni, tehát zsírt égetünk, illetve a ketogén diéta alatt is, ahol pedig az energiánk
döntő részét az elfogyasztott zsírokból nyerjük. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a B5-ről, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.